Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Azt a sorozat címet találtuk ki, hogy úton, és hogy egy ember élete hol kezdődik, hogy hol van az a bizonyos nulladik kilométer, az egy jó nagy kérdés, egy filozófiai kérdés, írói kérdés. De az biztos, hogy neked nemrég volt a születésnapod, ezt most én véletlenül te nem tudtad. De. Most elárulom. Csak hogy te tudod. Én tudom, mert most úgy tűnjön, hogy készültem. Odáig eljutottam, hogy megszülettél, és hogy mikor. De hogy például annak, hogy mikor van az ember születésnapja, vagy neked a saját születésnapodhoz, akár ahhoz, hogy ez egy sor forduló, meg ajándékot kap az ember, meg zsúrja van, tehát hogy neked ehhez milyen viszonyod van, vagy változott-e, gyerekkorodban fontos volt-e, most fontos-e, vagy hogy vagy ezzel? Hát igen, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Hát jó nehéz kérdéssel indulsz. Nem kellett hallani, jó. Mert hát leginkább azt hiszem, hogy a jelenlévők közül talán a feleségem tudná elmondani leginkább, hogy mennyire problematikus ez nekem. Úgy igazából véve a születésnap, mint olyan, valahogy mindig túl vagyunk rajta. Tehát az, hogy van. Anyám soha nem felejtette el. Azt hiszem, nem emlékszem rá, hogy valahogy is elfelejtette volna. De úgy igazából, mivel nem volt soha ennek különösebb, hát hogy mondjam, oka is volt, hogy miért nem volt különösebb, se doppergés, se hogy most jaj, ma neked lesz a születésnap, hogy jaj, te vagy az ünnepelt, hiszen valahogy nálunk otthon sok minden egyéb miatt nem nagyon volt ez annyira a központban, de később sem. Szóval valahogy én az, hogy most ma van a születésnapom, most nem azt akarom mondani, hogy kellemetlen dolog, de inkább kellemetlen, mint kellemes. És az, hogyha mondjuk fölköszöntenek, az túl az örömön okoz egyfajta megrázkódtatást egyébként, vagy annak azért tisztán tudsz örülni? Szerintem ha van születésnap, az ember azt, és hogyha szeretettel felköszöntik, vagy öröm, mint olyan van, úgy abban a térben, ahol éppen tartózkodunk, vagy tartózkodom, persze valakivel, mert magamat nem szoktam felköszönteni, de megint csak azt tudom mondani, hogy ez így valahogy így megoldódik. Tehát ennek úgy különösebben talán még a kereké fordulóval volt az, hogy okay, volt valami meglepetés, és kozza a meglepetéshez. Azt még úgy el tudtam fogadni valahogy. Ezt ilyen könnyű, kedves kis bevezető kérdésnek szántam, tehát nem nehéznek vagy annak, amiről te az elején traumatizált, tehát a bennem lévő jó zsarúról ezt a jónak szántam volna. De mondtad, hogy magadat nem köszöntöd fel, az mondjuk tényleg egy debil dolog lenne, de mondjuk ajándékot tudsz magadnak venni egyébként, és függetlenül a szülinaptól, tehát nem az, hogy becsomagod, jékittől kapom, nem így értelem, hogy magadra például tudsz-e költeni. Az lenne a tippem, hogy másra sokkal inkább tudnám, mint magadra, de nem akarlak befolyásolni. Nem tudom, még ilyen kérdést nem tettek fel nekem soha. Nem tudom, hogy jól vagy rossz, én próbálom jónak értelmezni. Valamit szeretek. Szóval például, nem tudom, de most erre nem tudom válaszolni. Jó, oké, lapozom. Mi az, amit megvennék magamnak, vagy megveszek magamnak. Nem tudom, bérletet megveszek, de hosszú, nem tudom, volt szerintem, mert ez ugye, ha jól tudom, felveszik ezt a beszélgetést, tehát az ember nem mond olyat, hogy mennyi ideig nem vásárol például bérletet. Talán elévül. Hogy? Talán elévül, de akkor hogy a blitzelési szokásaidat most tényleg nem kérdezem meg, mert... De most veszek. Mostanában veszek. Minden kedves válaszodat tudok egy hülyeséget kérdezni, attól félek, úgyhogy ezeket próbálom majd akkor így besöpörni egy a szőnyeg alá. És például a helyek meghatározása az életedben, az, hogy mondjuk Debrecenben születtél, és utána hol éltél, az a műveidre majd ráhajózva egy kicsit is fontossá válik. De most mégis innen a helyekkel kapcsolatban, hogy hány helyen érezted, vagy érzed magad mondjuk otthon? Hány otthonod volt eddig? Hát...
Debrecenben születtem, és talán 5-6 évet élhettem ott, mert néha ugye el kellett jönnöm, vagy legalábbis egyszer egy hosszabb időre. Nem tudom, hogy debreceniek mit szólnának ahhoz, hogy úgy igazából véve ott nem éreztem magam otthon. De nem azért, mert szokás Debrecen szídni, hogy hideg, meg olyan kicsit olyan nehezebb ott élni, nem ezért. De volt például egy évem, egyetemet eltöltöttem, 80-as évek elején, az például egy szép év volt, még ha nem is volt könnyű, mert a Debreceni Egyetem nagyon nehéz volt összehasonlítva például az ELTE-vel. Több pályatársam, de legalábbis egy-két pályatársamnak az életét például kifejezetten megnehezítette. Nem tudom, hogy a közönség sorai közül a Csengei Dénes neve. Például őt nyelvészetből, ha jól tudom, többször is meghúzták. Tehát szerintem Pesten ilyen nem volt az ELTE, vagy valakit, aki így különösen, ő már publikált országosan, különféle helyeken jelentek meg a dolgai, hogy egy ilyen embert meghúztak, de Debrecenből simán meghúzták, de visszatérve, én azt hiszem, hogy leginkább ilyen nem nagyzolás miatt, hanem valahogy az ember mondja azt, ami van. Bizonyos városok, nem tudom, Európában vagy tengerel túlról, ahol voltak olyan időszakok, amikor úgy kifejezetten otthon éreztem magam. Az életem úgy alakult, hogy ez részben ajándék, részben meg sok véletlen, egymásba játszás, összeesése, hogy életem bizonyos időszakaiban sokat utaztam. És például, ezt mondanám például, Genfbe otthon éreztem magam, talán azért, mert egy nemzetközi város, ahhoz képest, hogy milyen kicsi város, külön negyedei vannak, és hogy a diplomata a városon túl, tehát az, hogy diplomatákat találkoztál ott, nem tudom, mindenféle helyeken, ezen kívül nagyon sok mindenki, és az nekem egy ilyen élmény volt, persze speciális körülmények voltam jelen, azt is hozzá kell tennem, hogy nem egyszerű, ugye Genf a világ egyik legdrágább városa, én viszont hosszú hónapokat töltöttem el ott, vagy ha összeadom az időt, akkor még többet. Ilyen volt egy időben München az életemben, ahol szintén tanultam egy évet egyetemen. Nagyon nem jártam be az egyetemre, de a 80-as évek elején nyugaton lenni az egy. Nekem különösképpen fontos volt, mert olyan könyvekhez jutottam hozzá, amikhez így korábban. Bölcsészettudományt tanultál kint is? Igen, filozófiát és irodalmat. De igazából én nagyon nem jártam be az egyetemre, inkább kint voltam az utcán. Tehát kint voltam az utcán, mert tulajdonképpen önfenntartó voltam, és az utcán kerestem a kenyeret. Igen, ha elolvassuk a könyveidet, mondjuk ezek közül a 9. vagy a Bagatell, de ilyen szempontból másik halál is, akkor nagyon sok olyan motívum, olyan történetszál van, amit az olvasó, hogyha pláne még beszélget is veled, vagy szeretné ezt egy kicsit összecsúsztatni, akkor olvashatja mondjuk önéletrajzi mintázatban, vagy nem bizonyos részeit. És most egy ilyen módszertani kérdés, hogy amikor te ezeket írtad, akkor ezzel mennyire voltál tisztában, illetve hogy mit gondolsz arról, hogyha én ezekből a motivumokból, meg ezekből a szituációkból próbálok a te életedre következtetni? Igen, hát két dolgot mondanék egyszerre. Ugye a Grotowski, nem a Grotowski, hanem Gombrowicz, bocsánat. Gombrowicznak a felesége írja, amikor már Gombrowicz nem él, hogy Gombrowicz soha nem írt le olyat, ami ne lett volna igaz, ami valamilyen módon ne történt volna meg vele. Soha nem olvastam úgy Gombrowicz kötetet, hogy én Gombrowiczot olvastam volna, az ő személyes történet. Én amikor írok, amikor dolgozom, akkor nem az előbb említett példa vezet, hogy most olyat nem írok le, ami,
ami nem igaz, mert igyekszem nem szociológiát írni, igyekszem nem önéletrajzokat írni. Amikor dolgozom, akkor ezek a kérdések úgy igazából véve így megszűnnek kérdések lenni, mert akkor nem érdekel. És akkor azzal sem foglalkozom, hogy később esetleg egy okos kérdés, például egy kritikus vagy egy beszélgetés során van egy ilyen okos, jól meggondolt kérdés, hogy akkor most ez hogy van. Persze ilyenkor megint bajban vagyok, mert az ember nem szívesen beszél arról, hogy hogyan szerkeszti a dolgát. De az biztos, hogy amikor csinálod, akkor nem érdekel, de az is biztos, hogy amikor csinálod, az érdekel, hogy az jó legyen. Nem érdekel az, hogy esetleg önéletrajzi elemekből is dolgozol. Engem valószínűleg azért nem érdekel, mert annyira konstruálom a dolgot, hogy ezt mindig eltávolítom magamtól. Egy hibrid szerkezet van a te könyveidben, vagy egy olyan különleges kettős kevercs, tehát egyáltalán nem az a fajta konfessionális szerző vagy, aki tényleg megnyilatkozik, akkor hiába van eltolva mondjuk két évszázaddal, meg női gúnyába öltözve, pontosan tudjuk, hogy róla van szó. Minden már író ezt máshogy oldja meg, most hirtelen Spiró György jutott az eszembe, aki majd néhány hét múlva itt vendégünk lesz, aki a nagy regényeibe egészen izgalmas, távoli korokba, kultúrákba viszi el a történetet, viszont a novellát az gyakorlatilag egy ilyen folyamatos önéletrajz ciklusnak használja, és nem is rejti véka alá, hogy ezek a történetek az ő apjáról szólnak, az ő anyjáról szólnak, az ő története, az ő vele megesett dolgok, ő ezt nagyon speciálisan így külön tartja, mint egy ilyen előkert, hátsókert. Most nálad valahogy olyan furcsa, elasztikus az egész, hogy olvasok valamit, meggyőződésem, hogy ez vele történt meg, és utána eltolódok egy egészen más dimenzióba, perspektívába, és akkor ezzel a tudásommal ez inflálódik, vagy átértékelődik, és egy más ritmusra leszek figyelmes. Eleve a ritmus azt hiszem, hogy egy nagyon fontos szervezőelve minden könyvednek, és az életedben is nagy szerepet játszik, ugyanis ugye a zene az a másik dolog, ami így átolzik, mondjuk akkor a zene az, ami még nagyon fontos. Te milyen hangszeren kezdtél el játszani, vagy? Én cellón. Édesanyám, aki valami miatt azt gondolta, hogy a gyerekeinek zenét kell tanulnia, tudnélik ő maga zongorista volt, vagy zongoristának készült. De aztán valahogy a sorsa úgy alakult, hogy nem válhat az előadó művészén. A gyerekeit beíratta iskolába, így engem is, és cselló tanultam jó pár évig, aztán volt egy kis gabesz, és akkor abba adtam, vagy abba kellett hagynom. De nagyon szerettem, mert egy ilyen furcsa, különös, ilyen barnás hangja volt. És olyan meleg, és ezen kívül a Pablo Casasnak a dolgait már nagyon korán írtam. Zenét valami miatt kicsi koromtól kezdve hallgattam. Mert valahogy ugye voltak olyan testvéreim, akiknek profik voltak, igazi profik voltak. És akkor így valahogy, és aztán valahogy, amikor megint előkerült a zene, akkor meg fuvola. És abban a szempontból jobb volt, mert a fuvolát ezt be tudtam tenni a táskámba is. Mehettem vele Angliától, Franciaországig és Olaszországtól, nem tudom meddig, Amerikáig, de a cellóval ezt nem tudtam volna. Pont ez jutott eszembe a cellóról, hogy a cselló mögé el lehet bújni. De adott esetben mondjuk, ha nem bújócska jelleggel, de mondjuk tényleg egy nehezebb hangszer, tehát ezt véletlenül lett a cselló a te hangszered? Valószínűleg tehetség kell hozzá, az nekem meg nem volt, úgyhogy szerintem valószínűleg így jön a dolog, hogy a tehetség az... Tehát nem egy mechanikus, bár a fuvola sem mechanikus, tehát nem úgy van, mint a zongoránál, hogy leütjük, és akkor megszólal a hang. A belső hallásnak szerintem volt belső hallásom, de a cellónál, amikor ugye lefogom, majd meghúzom, megpendítem, akkor előre kell hallani a hangot, én meg azt hiszem nem hallottam előre.
És ezen kívül pedig szerintem nyugodtabb körülményekre lett volna szükségem ahhoz, hogy mert az egy ilyen nyugodtabb valami szerintem. Ahogy így vissza tudok emlékezni, voltak olyan ismerőseim, akik aztán később nagyon komoly pályát futottak be, és közülük senkire sem emlékszem, hogy olyan kicsit olyan zaklatottabb idegrendszerű lett volna. Uh-huh. És a zene hallgat... Bőgőnél már inkább. De bőgöztél is? Nem, csak volt valaki a családból. Uh-huh. És a fuvola ez egy kicsit más lelki alkat egyébként? Vagy az más, szerintem a légzéssel van összefüggésben. Ugye egyáltalán a hang maga az a légoszlopból jön, és hogyha az ember fúj, és mondjuk melódiákat, egyáltalán a fején keresztül jön a hang, hogyha a fejeden keresztül jön, akkor az megrezegteti a dolgokat. Most egy kicsit olyan furcsának hangzik, amit mondok, én most a saját tapasztalataimról beszélek, túl azon most egy picit be van a egyik fülem dugulva, de lehet hallani, amit mondok. És azt sem mondhatjuk, hogy egyik füleden be, a másikon ki, mert nem tud kimenni. Igen, be van dugulva az egyik. Hogy ez egy ilyen, tehát hogy egy kicsit olyan fiziognómiailag azt hiszem, hogy jobban megdolgozza az embert. Nem véletlen például, hogy a fuvolához egy képest egy kicsit ilyen ütősebb hangszer, mint például a trombita vagy a kürt, az operából a fúvósok 5-6 éve hamarabb mehetnek nyugdíjba. Mert annak következményei vannak. Nem tudom, rajtam mennyiben látszik ezeknek a következménye, ennek a következménye, de én, amikor mondjuk egy ilyen 4-5 órás, mert volt egy időszak, amikor rendszeresen játszottam, mondjuk 4-5 hónapokat, napi 4-5 órát, akkor annak következménye van, ez egy jó dolog, kifejezetten jó dolog, az ember így átalakul, egy picit, hogy mondjam, kicsit úgy lebeg, inkább egy picit lebeg, egy picit olyan furcsa állapotba kerül, különösen, hogyha éli is a melódiát, tehát a zenét. Mondjuk Mozartot, vagy Bachot, vagy. De ez lehet egy egyszerű magyar népdalmotívum is, mert fantasztikus magyar dallamívek vannak, és azt. És például olyat is játszottam egy időben. De például, amikor utcazenéltél, akkor pedig jazz, meg mindenféle fúziózenéket játszottatok? Nem, a jazz azt talán 2 évet itt a fiatalabb koromban, amikor még ez a tilos hazába így volt a, nem tudom, hogy önök ismerik el, volt egy úriember. Én mai napig nem tudom az igazi nevét, csak úgy ismerem, volt, hogy Néma Béla, és ő volt ott a programszervező a tilos hazába. És akkor ő ott meghívott minket ilyenszor, és az ilyen volt. De azt is egyébként olyan formációban csináltuk, hogy a koncert első fejében jazz volt, és a második fejében pedig klasszikusat játszottunk. Csak az improvizálás nem biztos, hogy elsőre eszembe jutna rólad, aki szeret improvizálni, de lehet, hogy most kiderül, hogy nagyon szeret. Az volt, így van. Gyakorlatilag ez a jazz, ez folyamatosan improvizálás volt, így van. De verbálisan mennyire szeretsz improvizálni? Mert abból a szempontból meg úgy tűnsz, mint aki inkább szeret egyfajta reflexívos pozícióban lenni, vagy aki biztonságosabban érzi magát, hogyha nem kell. Igen. Hát nézd, erre azt tudom mondani, hogy az életem különféle szakasza. Volt egy időszak, amikor például sokat beszéltem, most ez így szerintem nem érződik rajtam, hogy sokat beszélnék, már egy kicsit mindegy, akkor szerettem. Tehát ezek ilyen művészeti, nem csak művészeti iskolában, de az egyetem volt egy ilyen időszak, amikor oktattam, akkor szerettem improvizálni, mert külön az számomra egy nagyon izgalmas lehetőség volt, hogy az embernek van egy gondolata,
ott vannak előtte a hallgatók, ezeknek egy része kifejezetten inspiratív volt, tehát tudtam róluk, hogy tehetségesek, hiszen jártam a koncertjeikre, vagy jártam a kiállításaikra, vagy a táncelőadásaikra, és tudtam, hogy nagyon izgalmas emberek, és őket volt úgy, így megfogta, hogy bedobtam egy-egy dolgot, hogy gyerekek, akkor most ez van, és akkor elmentünk különféle irányokba, ezek igazi happeningek voltak. Nem véletlenül említettem például ezt a Grotowskit, rögtön, amit a lengyelről van szó, akkor valami miatt mindig a Grotowski jut először, aki pedig a színházban a kísérletezés, az improvizáció, nem úgy csináljuk a színházat, ahogy a többiek, kicsit másképpen. De ma szerintem, vagy nem szerintem, tudom, ma annyira nem szeretek improvizálni, jobb szeretek. Jobb szeretem tudni, hogy mit, hogyan gondolok, általában nehezen tudom. Nagyon sokan meg úgy beszélnek, hogy erre nem is gondolnak semmit ebből a szempontból, lehet, hogy inkább a jobb véglet. Elmondtad, hogy van egy gondolatom, akkor már elkezdtelek irigyelni, mert én ezt viszonylag ritkán szoktam érezni. Most egy kérdésem lenne, hogy viszonylag kötettel későn jelentkeztél, az más kérdés, hogy a mosónök korán vannak, a prózaírók meg későn kezdenek, később, mint a költők, mert egy más az akceleráció, vagy a beírése egy költőnek, meg egy epikusnak. És éppen emiatt az az időszak, amikor még nem rendelkeztél kötettel, vagy kötettel rendelkezik, olyan fura, hogy rendelkezünk egy kötettel, a nyelv furcsasága, improvizálgás. Rendelkezünk fölötte? Nem, alatta vagy inkább. De hogy mielőtt lett volna köteted, vagy kötetes lettél volna, előtte az írás az egyetem körül lépett be az életedbe, vagy később? Mert most az egyik irányból mondtad a bölcsészetet, meg ennek az egész hátországát, a filozófiát, mai napig meghatároz, és nagyon izgalmas, hogy a szövegeidbe elevenné válik. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy ezek ilyen absztrakt valamik, hanem éppen olyan melódallamok lesznek, a filozófiai kérdések, antropológiai kérdések, a egzisztenciális filozófiai kérdések a műveidbe, amik miatt irodalmat szeretünk olvasni, és amiért ilyen jó irodalmat jó, hogy olvashatunk. A másik a zene volt, és most érdekel, hogy az, hogy te írjál, az mikor, hogy jött a képbe? Hát egyetlen. De ez most nagyon okosan, hogy lehetél író kérdés akart lenni, csak igen. Egy kicsit így kisminkeltem. Igen, nagyon szépen. Köszi. Egyetem alatt nekem nem volt a fejemben, hogy én, illetőleg volt, írtam egyszer valamit, de olyan megsemmisítő kritikát kaptam rá, egy kollégától, hogy utána egy jó ideig nekem eszembe nem jutott. Egyébként, amit megmutattam, az nem szép irodalom volt, egy nincsenus gondolatmenet, mert nagy hatása volt rám a Nietzsche, és valami ilyen, igazából én azt hiszem, ilyen társadalom jobbító elképzelésem volt. És ezt így megmutattam az illetőnek, aki viszont egy profi író volt, és azt mondta, ez felejtsd, ez borzalmas, amit csinálsz, és én hittem neki, és nagyon is jó egyébként. Elfelejtettem. Énekek később jött. Én azt hiszem, hogy ez valami, hát mi volt? Egy, hát úgy szépen hangzik, csak én nem szeretem az ilyen kijelentéseket, hogy kényszerítő erejű, de tulajdonképpen leültem és bizonyos dolgokat meg kellett írnom, amiknek szerintem az irodalomhoz nem sok köze volt. Az viszont kétségtelen, hogy a írás alatt, vagy az írás során, vagy ezek több órán, vagy több héten, vagy több hónapon, vagy akár azt is mondhatom, több éven keresztül zajló ügyekre kell gondolni, vagy órákra. És érdekes élményeim voltak így az írás alatt, hogy jobban körül tudok írni dolgokat, mint például meg tudok fogalmazni akár szóba. Ebben az időszakban már tanítottam. Tehát a kifejezés, a nyelvi kifejezés az egy folyamatos, tehát az egy állandó kísérője volt az életemnek, mert rengeteget tanítottam, tehát ilyen kísérleti jelleggel csináltam, és mellette így, amikor pedig otthon ezeket írtam, azt is kísérleti jelleggel csináltam,
Én azt hiszem, hogy kísérlet a kísérletért, valami ilyesmi volt. És ez így elkezdett alakulni, és elkezdett elmenni egy olyan irányba, ahol ez így kihívás kezdett lenni számomra is. És amikor már akkor megmutattam egy-két dolgot, akkor viszont már irodalmi szempontból, hát nem azt mondom, hogy dicséreteket kaptam, hanem azt mondta, hogy figyelj, de hát itt van valami, amit mondjuk, amire érdemes lenne figyelni. És akkor elkezdtem ezekre figyelni, és akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy ilyen kísérletezésből jött az egész. És akkor így elkezdett ez engem. Ha nem is fascinálni, mert ez túlzás, hiszen amíg, tehát az én történeteim, ez most reklám szempontjából nem feltétlenül jó ezt mondani, nem annyira vidám történetek, tehát őseim azok hátam egy kicsit meg vannak viselve, vagy viselődve, és tehát így, amíg ezt csinálod, az alatt az időszak alatt így az ember nem annyira érzi jól magát, vagy nem annyira happy, de mégis csinálja, mert van valami húzása, húzadalom. Hát fáj, csak ha nevetek, a klasszikus víznek a csattona jutott az eszembe egyébként, meg bizonyos szempontból más meg ilyenkor a terápiát szoktam mondani az írás során, de ezek szerint akkor te ezt nem szoktad érezni, hogyha ezeket a dolgokat kiírod, vagy megírod legalábbis, akkor benned valami, most mint egy rossz pszichológus, nem sugallni akarom, hogy így legyen, és meg tök mást is akartam kérdezni, csak annyira megütötte a fülemet, amit mind a kettőn hallok, hogy közben milyen állapotban vagy. Igen. Ezek Kafkáról vagyok, hogy röhögött, miközben írta, és hangosan röhögve olvasta fel a barátainak. Ha. Te most... Na jó, de ő egy százados zseni volt. Nem hinném egyébként tudta volna magáról, amikor így elkezdte, mert arról viszont kevesebb beszélünk, hogy Kafkának rengeteg kétsége volt a saját, lehet, hogy nevetett közben is felolvasta, de rengeteg kétsége volt a produktuma kapcsolatban. A jó barátját, Max Brodot arra kérte, hogy a TK-ba égesse az összes művét, amit Max Brod nem tett meg. Az egy nagy kérdés, ilyen filozófiai házi bulikon jó kérdés, hogy igaza volt-e Max Brodnak vagy sem. Igen. Mindegy. Igen. Hát. Hát nézd, a terápiát, tehát mondhatnám azt, végül is az irodalmat tanultam egy időben, bár az irodalmat azt nem tanuljuk, az irodalom történetet tanuljuk, vagy az irodalom történetet megismerjük, hogyha sokat olvasunk és memorizálunk, meg esetleg bekapcsol az agyunk is, be lehet úgy is memorizálni, az agyunk az nem működik, mert végül is azt hiszem, hogy az agyunk az olyan, hogy egyszerre többfajta művelet vitelére képes, mert szerűen ilyen a természete. Ilyen is a természete, azt hiszem, többfajta természete, vagy sokfajta. Na most a terápiát, tehát Arisztotelésszel is példánozhatnék, aki amikor akár a katarzis elméletét regondolunk, ha ezt most picit átfordítjuk, a nagy-nagy művészet, tehát most a nagy művészetre gondolunk, amikor van az a katarzis, ami tényleg katarzis, tehát az a megtisztulás, az nem a mi létünknek, legnagyobb ügyeinknek a terapeutikus pillanata, amikor valaki ezt mondja, hogy na, ez most, és valami az élete elindul egy másik irányba. Vagy lehet, hogy csak egy órát, vagy lehet, hogy csak abban az egy, 10 percben, de az igazán katartikus. Tehát ilyen értelemben én nem szégyellem a terápiát, mert minden jó, ami történik velünk, az annak van terapikus hatása, mert vagy jobbá tesz bennünket, vagy értelmesebbé, vagy érzékenyebbé, vagy ihletettebbé, abban az értelemben, ahogy élünk. Tehát van irodalom, persze próbálkozunk mi, mint szerzők, hogy csináljunk irodalmat, de hát alapvetően az életben vagyunk benne, és az életnek vannak a 24 órás ihletet, illetőleg nem ihletett pillanatai, inkább nem ihletett, mint ihletett. Tehát én nem bánom, hogyha az életnek vannak, vagy a mindennapi életünknek vannak ihletett pillanatai. Olyankor vagyunk kedvesebbek, olyankor vagyunk szebbek, és akkor vagyunk izgalmasabbak,
És olyankor lesz fényesebb a, még a, nem tudom mi is, bár itt jó, nagyon jók a fényviszony. És ha mondjuk arra kérlek, és nem indíszkélt a kérdés, hogy számodra az életed során katartikus műveket mondjál, akkor például zenét mondanál előbb, irodalmat, vagy esetleg másfajta műalkotásokat, ami akár egy órára, vagy akár egy életre Rilke értelmében, de mondjuk megváltoztatta az életedet, tehát. Hát például sokkal előbb jött a zene. Például akkor még Gorki fasor volt. Nálunk otthon a családban ilyen lemezjátszó meg ilyen nem volt. Tehát az említett ügyek is azok úgy történtek, hogy otthon beszéltek nem tudom milyen műről, és akkor elmentél a Gorki fasorba, és ott nagyon olcsó, nem tudom hány forintért meg lehetett venni az éves bérletet. És akkor bementél a könyvtárba, tehát a könyvtár az egy nagyon fontos hely, mint tudjuk, és ott hallottam olyan műveket, amelyek a mai napig, tehát ha azt mondom, hogy Verdi Requiem, tehát ott vannak olyan pillanatai, annak, ahol az ember tényleg még csak nem is katarzisról beszél, hanem egy olyan elemi erejű megnyilatkozása a nem szeretem azt a szót használni, hogy művészet, mert azt szerintem nem művészet. A művészetnél valószínűleg vannak nagyobb és elementárisabb dolgok, amelyek természetesen formával, zsenialitással, például a Verdi esetében, egyébként még zenében ilyen volt később Mozartnak egy-egy dolga, és persze Bachnak rengeteg dolga. Voltak időszakok, amikor ilyen volt a Beethoven vonós négyesek. Az utolsók? Vagy az... Igen. Ahol minden úgy van összerakva, és ráadásul nem csak a mű van ott, hanem ha koncert élményről van szó, akkor még ott vannak az emberek. És azok az emberek ahhoz a koncerthez hozzáteszik a maguk dolgát. Pluszban még ilyen volt mondjuk egy Ligetinek a nem tudom melyik műve, amelyet maga a Ligeti vezényelt. És akkor még nem voltak olyan trükközések, hogy a zenekar, legalábbis itt Pesten, hogy a Zeneakadémia különféle pontjaira lettek volna kitéve a muzsikusok, és akkor döbbenetes volt, hogy így nem tudtad. Azt hitted, hogy a pódiumról jön minden zene, és akkor egyszer csak megszólalt a Zeneakadémia különféle pontjairól, különféle tereiről, és elementáris, ráadásul Ligeti vezényelt. És akkor utána persze irodalomban nekem ilyen volt Dostoyevsky, de hogy mondjak egy jelen példát, ilyen volt Thomas Mann, és ilyen volt József Attila, és ilyen volt még sok költő, és később nagyon sok mindenki, de ilyen volt egyébként Rilke is. Rilkének egy, tehát ezek a elégia dolgok, meg így vers. Meg utána sok mindenki, akik, hát, szóval én a magam részéről az irodalmat valószínűleg azért, mert a zene az egy ilyen nagyon érzéki abban az értelemben, hogy ilyen volt, most erre jut eszembe, ilyen volt a Kierkegaard. Tehát abban az értelemben érzéki, hogy az érzelmeinkkel, nem az érzelmeinkkel, az érzékeinkkel, és az érzékeinkhez a nagy zeneélmények, legalábbis én valahogy nekem így emlékszem vissza, hogy akkor, mintha az elme is egyfajta ilyen
Tehát, mint hogyha magáról, az elméről tapasztalnánk meg azt, hogy az is egy gyakorlatilag egy nagyon materiális, és nagyon konkrét, és nagyon megfogható valami, aminek a rezdülése, vagy aminek a észlelése az érzékelésbe, vagy az érzékelés észlelésbe, de nem akarok. Uh-huh. És akkor például írás közben a zene, az tud mondjuk doppingolni, vagy éppen hogy zavar, és akkor csönd kell? Nem, írás közben nincs zene. Írás közben nincs zene? Nincs. Volt, hogy volt, és azután nem lett, hogy eleve nem is nem, volt? Soha nem. Más, szóval a zenehallgatás, azt el tudom képzelni, hogy Wagner volt, mindenkinek van a Wagner-iános időszakai, ugye nekem, nem tudom. 30 évvel ezelőtt olyan való, hogy az ember besötétít, nem megy ki a szobából, nem tudom, egy napon keresztül, vagy két napon keresztül, és akkor megy ez a, hát minek nevezzük, Márkony. És akkor, de az, most nem akarok ilyeneket mondani, hogy akkor az ember azzal ír, hogy nem ír, mert a zene az igazából véve teljesen átveszi a mindenfajta egyéb funkciókat. Tehát az írás az, az azt hiszem, hogy ahogy így visszaemlékszem, az egy másik műfaj. Főleg nálad, aki nagyon különleges, egyedi regény szerkezeteket, meg beszédmódokat hozol létre, tehát egy ilyen zenei metaforánál maradva, te nem az a fajta író vagy, aki több hangszeren játszik, azt gondolom, arra gondolok, aki a tárcától, a termelési riporton át ír egy komédiát, egy színdarabot, egy szonetkoszorút, aztán egy detektív művet. Tehát vannak ilyen írók, akiknek ilyen szinten megy az írás, és ez nem minősíti őket, ez egy alkati dolog. Tehát mindenre képes, mert Vörös Sándor jut eszembe, aki egyszer azt mondta a nagyszerű költőnőnek, Takács Zsuzsának a telefonban, amikor érdeklődött, hogy milyen napod volt, remek berímeltem 200 sor Dantét, mert az volt a feladat, hogy a nyersfordítás alapján berímelje. Tehát ez egy típus. Hát te nem ez a típus vagy, te elve az, hogy megalkottad ezeket a regényeket, mintha, nem tudom, hogy előtte a szerkezet mennyire volt meg, de azt tippelném, hogy anélkül a háló nélkül, amire fölírod a szöveget, nem is tudnál elkezdeni dolgozni. Igen, hát megint ott vagyunk, hogy az ember... Szóval valami kell, hát minket is, nem tudom, ilyen csont, meg gerinc, meg nem tudom, mik porcok, mik tartanak össze, bár nem csak az, kell hozzá egyéb is. De alapvetően kell ez a válasz, persze, de nem úgy történik. Hát most jó, teljesen röhelyes vagyok magam előtt, hogy mint hogyha tudnám, hogy úgy történik. Hát nem igazán tudom, de az biztos, hogy kell. De nem előtte van meg, nem is feltétlenül közben. Kizártnak tartom, hogy a végén legyen meg, amikor lesz. Biztos nem. Tehát így valahogy a kettő között. Szerintem ez az a pont, amikor megkérlek, hogy akkor most a másik halálból olvas fel egy részt, hogy nézzük, halljuk meg egy kicsit azt, hogy milyenek is ezek a mondatok. Az elejéből fogok olvasni, hogy önök gondolom, akkor esetleg valami képet kapnak, mert hogyha amit kiválasztottam, az egy kicsit... Más mellett. Ez az utolsó könyvem, az a cím, hogy Másik halál, és 12-ben jelent meg. Ja, és az egész úgy kezdődik, hogy még, és már nem. Egyszerre. Majdnem mindig. 4 napig le sem mentem. Ja, hát annyit talán lehet mondani, hogy egy ilyen én elbeszélő van, de hát az én elbeszélő az nem a szerző, egy névtelen valaki, aki lehet a mindenkori olvasó, de lehet a mindenkori olvasóval hát szinkronban lévő másik. És sok mindenki más is lehet. 4 napig le sem mentem. Végig fenn voltam.
szereztem elég bort. Ilyenkor nem tudok arra gondolni, hogy ezt nem lenne szabad, vagy ez ellen valamit tennem kellene. Elfelejtem azt is, amit máskor ilyen alkalmak közben, vagy utána elhatároztam. Vagy nem felejtek el semmit, hanem egyszerre csak megállapítom, hogy megint ott tartok, abban vagyok, ami ellen mindig is védekeztem. Nem tudom megfelelő szója a védekezés. Habár ezért kezdtem el sok mindent. Ezért lett a körút, a gérobi, ezért a csarnok, a hosszú körök, ezért a West End és az aluljárók, a sziget és a Moszkva, a Dunaszakasz, az állomások, a mindennapi hajós nádor vonal, meg annyi minden más. A sarki rablók nem. Ezekhez csak vásárolni megyek, vagy néha visszaváltani. Itt találkoztam először a hajlongossal is, akiről ekkor még nem tudtam miféle, később jöttem rá, hogy csak fogásból csinálja. A pénztárnál álltam, ő kettővel mögöttem. Előre-hátra mozgatta a felső testét, közben tartotta a tenyerét és üvöltött. Éhes vagyok, éhes vagyok. Nem bírom az ilyen jeleneteket. Amint sorra kerültem, fizettem és kirohantam. Nem is mentem fel. A Breitner házban lakom, amely ma már nem a Breitner ház, de erről majd később. Tőlünk jobbra a budapesti Talmud egy zsinagógája a pesti jesivával, balra meg a sarki rablók, itt a tulaj egy ideje árulja a boltot. Még mindig legalább 8 alkalmazottat foglalkoztat 2 műszakban, mindenki döntse el maga, ez milyen fajta pénzmozgatás. Évekkel ezelőtt jutottam hozzá a 4. emeleti szoba konyhához, a ház valamikori cserédlakásához, amelyről először az öregasszony beszélt. Nem az első alkalommal, mert akkor ez volt. A beköltözés körüli napokban rendezgettek a konyhába, aztán valaki egyszer csak ott áll az ajtóban, és jó napot kíván! Maga az új lakó? Nyugodtan hívja Hendi néninek. Ha jól emlékszem, néhány hónappal később mesélte, tulajdonképpen minden bevezető nélkül, hogy mi történt a bérleményemben valamikor. És tudjad meg, fia, ez nem egy új bárcás volt, vagy egy olyan féle, hanem egy varrónő. Egy tisztességes és becsületes varrónő. Merged belém, ha mást mondok. Mindezt a második emeleti gangon adta elő, úgy tűnt, mintha a művésznő is kint állt volna az ajtóban. A csapzott férfi, aki kezdetben nem volt annyira elhanyagolt, más talált ki. Rendszeresen jött utánam, követett az oktogonnál, az operánál, a nagymező sarkánál. A művésznőjék előtt többször hallgatóztam, hogy feljön-e utánam, hogy feljöhetett-e utánam. Abban sem lehetek biztos, nem maradt-e néha beugrónál. Volt úgy, hogy beleszisegett az arcomba, ahogy a múltkor is. Nem mertem ütni, éppen csak egy önkéntelen mozdulatot tettem, amitől ideges lett. Ekkor felhúzta a vállát, és sietésre kényszerített. Testünk közben szinte összeért. Nem tudtam eldönteni, mit fog tenni, ilyen helyzetben mire készülhet. Egy alkalommal szó szerint rám hajolt. Bűzött a szája, én meg a leghosszabb lakáskulcsot az ujjam közé szorítottam, mindenre felkészülve. De végül nem kellett használnom. Vannak helyzetek, amikor könnyen elhisszük, hogy bizonyos esetőségek még az elgondolás szintjén sem merülhetnek fel velünk kapcsolatosan. Velem így volt. Meghallgattam mindazt, amit az öregasszony lényegesnek gondolt a körülményekről, illetve magáról az esetről, amit egyébként ő is csak mások elbeszéléseiből ismert, mint ahogy a számomra később kiderült, miközben arra összpontosítottam, hogy ne lássam magam előtt a részleteket, amiket ilyenkor akaratom ellenére is látni szoktam. Aztán kicsit eltűnődtem, majd hagytam az egészet. Évekig eszembe sem jutott, mi történt ott, ahol élek, és valószínűleg teljesen kimegy az egész a fejemből, ha utolsó svájci utam alkalmával egyik napról a másikra nem kerülök olyan állapotba. Még ma sem tudom pontosan, mi történt, vagy egyáltalán történt-e valami, és ha igen, akkor azt mivel vagy hogyan magyarázzam. Az is lehet, hogy az elutazásom előtti történésekben kell keresnem az okot, habár a későbbieket figyelembe véve ezt a feltételezést talán mégiscsak el kell vetnem. Egy valami biztos. Azt, hogy Mihályt még Vörzsóából felhívtam, illetve, hogy hazaérkezésem után felszereltettem a rácsot. Bocsáss meg, vegyél lapot, mondja.
akár csak a másik, aki később került elő, és aki valami ultravezetőnek adta ki magát. Ehhez fekete pulóverben, vörös sállal a nyakában állt hol a régi Goethénél, hol a Blahán, vagy a Moszkván, és árulta a legfrissebb eszméit. Egyik Goethé sem reagált az üvegarcú Szent Buzi, gyere kiáltalom a karodatra, pedig az alacsonyabb felszolgáló épp az asztalom közelébe tartozkodott. Később láttam ezt a sálas ultrát, maga készítette plakátokat ragaszgatni a város több pontján. Ilyen mentes parlamentet írta, olyan mentes Magyarországot fogalmazta, amolyan mentes nem tudom én mit követelte, és csak fabrikálta, egyre fabrikálta a fekete-fehér A4-eseit, amelyekre néha képeket és rajzokat is felvitt. Aztán ragaszgatta ezeket, ahova tudta. Fákra, falakra, milyen másra. Nem tudom, elég vagy? Szerintem... Elég. Én mikor elolvastam ezt a könyvet, akkor fogtam magam és bejártam ezeket a tereket. Svájcig nem jutottam el, de a terézvárosi részt, azt igen, nem tudom miért késztetést éreztem arra, hogy megnézzem ezeken az útvonalakon keresztül ezeket egyébként számomra ismert tereket, és itt tényleg a ritmus, ahogyan ezt a kis teret megírod. Most meg az ütöttem meg a film, hogy mennyi ebből a történeti, tényleg a régi Goethétől kezdve az, ami elmúlik. A másik, amit ebben a könyvben kiszoktunk emelni, mondjuk az a ritmus kapcsán a hosszú mondat, rövid mondat, meg az, ahogyan tényleg hogyan úszik át az egyik dolog a másikba. Ez mennyire mondjuk nem a védjegyed, de mennyire tartod egy tényleg fontos eszköznek vagy lehetőségnek? Hát ugye nem tudom, hát például te szerencsés, nagyon szerencsés módon szerintem próbálsz ilyen... Nem tudom, milyen kérdést feltenni, azt hiszed, hogy könnyű, közben baromi nehéz, legalábbis nekem válaszolni rá, és aztán kiderül, hogy mégis van valami, ami talál, nyelvvel dolgozunk, tehát van egy elképzelés, de az elképzelés az nem feltétlenül jó, tehát most azt akarom mondani, hogy a jó elképzelések közül választasz, mert egyáltalán nem biztos, hogy az elképzeléseid közül egyáltalán vannak jók. Most nem erre a könyvre gondolok, hanem arra gondolok, ahogy az ember dolgozik. Tehát igazából véve, amikor kiderül, tehát vallatás zajlik folyamatosan. Dolgozol, és akkor a szövegre mindig rákérdezel, és mindig újraolvasod, hogy ez most jó, vagy nem jó. Na most a hosszú meg a rövid, szerintem mind a hármunknak van, tehát ahogy beszélünk, egyáltalán a beszéd szerintem. Nem tudom, hogy neked külföldön vannak olyan élményeid, hogy egyszerűen csak megüti valami a füledet, és tudod, hogy francia, de mégis magyarnak hallod. Tudod, hogy magyar, de mégis francia, vagy svédnek hallod, vagy hát annyira nem svédnek, de mondjuk a magyar, ezek a mondjuk balti államok, nem tudom, lehet Litván. Na most, amikor beszélünk, annak is megvan az a kihívása, hogy leginkább a szándék, leginkább az az akarat, hogy mit akarsz elmondani, mit akarsz ott megcsinálni. Tehát abból indulnék ki, hogy én mik azok az ügyek, amiket évben elmondva el akarok mondani, és ahhoz rakódik hozzá. Tehát azt én eleve rossznak tartanám, hogy na most akkor szinkopázok a mondatokkal, mert az biztos, hogy nem lesz jó. Az lesz, ha jó, amikor az értelem, illetőleg nem, amikor csinálod a dolgodat, akkor nem értelmet akarsz oda tenni, hanem a történetnek a kiszögelési, először kiszögelési pontjait meghatározni, majd pedig azt kitölteni. De amit így most mondok, ez is
bocsánat, de hülyeség, mert... Nem, egyáltalán nem. Úgy most azt látom, mintha írnál, tehát hogy folyamatosan a találtád megtisztítása, tehát hogy most az egyetem olyan, hogy dekonstrukció, csak azért, hogy okosnak tűnjön, meg szemüvegesnek. Tehát hogy egész egyszerűen látom, ahogyan így tisztítod a dolgot, hogy minél pontosabb legyen, és ha mondjuk ez írást, akkor nyilván a 80%-át ki is vennéd, és akkor megmaradna talán 20. Igen. Könnyen húzol például? Hát sokat. Sokat? Hát a... Korábban nehezebben húztam, mert amikor azt mondta a szerkesztő, hogy figyelj, hát itt te most valamit csak körülírsz, vagy túlmagyarázol, akkor nem, ez kell, mert tudod, akkor még korábban, tehát itt nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt, akkor még néha még lelkes voltam attól, hogy most milyen jó sikerült, ma már kevésbé, hanem ma már sokkal hamarabb tudom azt mondani, hogy nem, ez most nem jó. És lehet, hogy önmagában véve ott az egy sikerült megfogalmazás, de hogyha nem szolgálja azt a környezetet. Ezen kívül azt hiszem, hogy nagyon sokat kell tudni húzni. Mert hogyha nem tudsz húzni, akkor nem tudod, hogy miről szól a talk. És ahhoz, hogy tudj húzni, ahhoz így átkerülni az egyik székből a másikba? Most így nem konkrétan, de tőle megteheted azt is, de hogy egyszer csak kívülről kell látni azt, amit... Két székben kell lenni. Két, és a pad alatt közte. Így van, ott kell lenni, mert különben... nem tudom, tehát igazából mi, amikor egy jó mondat születik, akármennyit is dolgozol, a jó mondat csak részben a tiéd. Illetőleg annyiban a tiéd, hogyha sokat dolgoztál, meg szerencséd volt, akkor segít az anyag, mert az anyag maga is hozzáteszi a magáét, csak legyen erre szemed, meg legyen erre füled. Csak ez most megint talányosnak hangzik, igazából mivel sokkal talányosabb gyakorlatban. Mert eleve, most én akarok bajaimról beszélni, mert olyan, mintha én bajban lennék, miközben persze, hogy az ember, hogyha akar csinálni egy könyvet, akkor persze, hogy bajban van, mert hogy csinálja ezt meg. A pácban, hogy a hangos bérő, hogy a pácban van benne. Igen, például, ott is. De mit akarsz elmondani? Amit el akarsz mondani, azt mennyire akarod irodalmi módon, mennyire akarod nem irodalmi módon, mennyire akarod hagyományos módon, mennyire akarod kísérletező módon, akarod a kísérletező módon, ha kísérletező módon csinálod, akkor az egy szerepe, az egy izé lesz-e, egy olyan stílus, ami eleve hibás, még akkor is, ha jó hangzik, vagy illetőleg jó olvasódik. Már nem biztos, hogy meg tudod csinálni azt, ami benned van. És eleve nem biztos, hogy ilyen jó stílus megengedi azt, hogy például jó mondatot érje. Most egy tucat dolgot mondtál, és még az A betűt se írtad le előtte. Így tehát, hogy körülbelül így ezt így kell. Így van. De szerintem mindenki így van, aki ezzel a mesterséggel foglalkozik. Azt érsz ki, Thomas Mann párhuzam jutott az eszembe, és ez picit egy alkotás, lélektani toposz, meg nagy emberek papucsba, de mennyire különbözőek, azt te is rögtön mondtad, ugye hát tényleg az egyiknél nem elképzeljük, hanem tudjuk, hogy egy ilyen lázban, egy ilyen hihetetlen spétben, adóságban, gőzben, nem tudom miben alkotott, a Thomas Mann meg lejött 10-kor, és akkor ő 10-től egyik, mint a Kanta, ugyan. Majd és akkor abba hagyta az így. És így van. És csinálta olyan bestiális dolgokat, amiket a naplóból tudunk, vagy nem tudunk, de mindegy, volt neki is éjszakája, de az írást azt ő 10-től egyik tudta csinálni. Igen. Ami azért nagyon fura, nem? Mert Thomas Mannnak is fura lehetett ez, de nekem valahogy még furább belegondolni, hogy ez így megy, mert téged valahogy inkább ilyen Dostoyevsky-féle alaknak hisznek, most nem a rulettel, meg a baltával. De például, amikor ezt írtad, akkor mennyire kellett mozgásban lenned? Én őt csak azért mondtam, mert nagy hatással volt rám, tehát úgy egyebekben szerintem őt azért ne hozzuk be, mert az nem feltétlenül szerencsés.
nem, de dobantónak gondoltam őt, mint csak egy példa. Tehát nem, most nem a Dostoyevsky és a Terüsztel semmi tudom. Ja, én szerintem például irodalomtudománnyal nagyon szívesen foglalkoztam egy időben. Tehát az más kérdés, hogy igyekszem nem olyan szempontokat érvényesíteni a dolgomnál, hogy most adó, amikor nem tudom, írtam mondjuk a nem tudom kiről mondjuk, lehet hallani? Uh-huh. Mondjuk a például Herma Hesséről, de inkább a most nem vele jönnék, hanem mondjuk a Karl Krausról, akkor ő egy eléggé izgalmas figura, akkor próbáltam minél egzaktabb lenni, de tulajdonképpen a műfaj szabályait érvényesíteni. Na most itt, amikor csinálom, akkor szerintem próbálok továbbra is egzakt lenni. A műfaj törvényszerűségei itt azért ez egy... Mert hogyha sokat olvasol erről, vagy sokat gondolkodol arról, hogy mi egy regény, ugye regényeket csinálok, akkor úgy igazából vele nincsenek szabályai, igazából vele nincsenek törvényei. Mert hogyha betartod a szabályait, meg betartod a törvényeit, akkor valakiknek a szabályait, valakiknek a törvényeit, akkor nem azt mondom, hogy olyat fog csinálni, mint akinek a szabályait, illetve mint akinek a törvényeit betartod. Tehát igazából vele egy folyamatosan ilyen senki ország területén lenne jó lenni, ahol van annyi bátorságod, de hát azért, ha veszük azt a négy kötetet, amit eddig így megcsináltam, azért igyekszem a magam dolgát csinálni, de azért arról szerintem nem beszélhetünk, hogy ezek azért olyan nagyon-nagyon úgy lennének megcsinálva, hogy semmi közük sok mindenki máshoz, rengeteg mindenkihez közük van. Az más kérdés, hogy igyekszem valami nagyon picit, hogy az olyan legyen, mint amikor abban a egy évben, vagy abban a négy évben vagyok, amikor csinálom őket. Tehát... A Bagatellnél, mert a négy könyvből a 9-ről majd a beszélgetés második részében beszélgetünk részletesebben, az élősködőt is szóba hozhatjuk, de most a Bagatellre kanyarodnék, hogy annál a könyvednél, aminek szintén van egy önéletrajzi betétje, vagy egy olyan, valami jó szót akartam, mint eszembe, ami része minden esetre, vagy anyaga, uh-huh. Ott például mi izgatott, amikor azt elkezdett? Ezt mennyi ideig érted például a Bagatellt? Azt szerintem elég hamar, az körülbelül, hát, az első változatán meg is látszódik, hogy ő hamar íródott, aztán ezt úgy átírtam, tulajdonképpen nem nagyon változtattam rajta, csak ilyen stiláris ügyeket próbáltam egy picit tisztítani, de hát ez bonyolult. Szerintem viszonylag hamar, vagy magamhoz képest hamar. Ott szerettem volna egy zenei formát csinálni. Az ötlet jó volt, csak nem tudtam megvalósítani. Most a második verzióban talán. De azt derül ki számomra, hogy részben egy kudarc, de általában a regények ez a kudarcok szoktak lenni, legalábbis hangzatos, de nem az én mondatom. Azt hiszem, hogy a... Kitől is? Kiírta a... Most nem jut eszembe, mindegy. Hang és téboly, Faulkner. Tehát, hogy van valami elképzelés, és ezt nem fogod tudni megcsinálni. De hát, ugye a különbség az, hogy van, akinek a kudarca azért elég jelentős, vagy nagy teljesítményt hoz. Na most ott egy zenei formát próbáltam, már ezzel kacérkodtam, semmi nem jött át, és aztán később azt is megértettem, hogy teljesen külsődleges szempontot hoztam, és nem lehet egy zenei fajt. Nem a Bagatell, mint nem más, egy ilyen úgynevezett
egy formát próbáltam, egy úgynevezett nagyon ilyen kitokzatos formát, nem lett belőle semmi, de az az elképzelésem, hogy az a rengeteg minden, ami a utcazenével kapcsolatban így bennem volt, így az felhalmozott, nem tudom, hány év alatt, azokból rengeteg mindent meg tudtam csinálni, és annak én örülök, hogy sok mindenki ezt örömmel olvassa, vagy valaki ilyen nidza salátát szeret enni az olvasás közben, szerintem az egy értéke egy könyvnek, hogyha valaki rákap a nidza salátára. Szerintem az egy fontos dolog, mert kevesebb húst fog enni, vagy kevesebb, tehát egészségesebben táplálkozik szerintem. Zöld saláta, tonha, tojás, olaj, egy kis citrom, így van, és vagy ezeket a dalokat például meghallgatja, végighallgatja. És az egy jó dolog, és ezen kívül azért az egy fontos dolog, ugye esztétikát tanultam, esztétikát tanítottam anno, hogy sok-sok úgynevezett művészeti kérdést jár körül a könyv, egyszerű nyelvezetem. Nem esztétika, nem művészetfilozófia, nem is okítás, hanem sztorik, de közben előjön az, hogy mi történik zenehallgatás közben, mi történik egy képnézés közben, egyáltalán az emberek hogyan viselkednek például a művészeti fogyasztás közben, stb. Én ezt a dupla fenekét, vagy ezt a több arcúságát szeretem, hogy az anekdotikusság felől is lehet benne közlekedni, vagy utazni, ha már. Kell érdezsőt eszembe, van egy bájos jelenet, hogy egy kutyamagazinnak ad interjút, és mindig ilyen kutyás válaszokat ad az öreg, nem mindegy. Tehát lehet utazni az anekdotákkal, és meg lehet a formával is utazni valóban. Igen. És azt mondtad, hogy csak stiláris változtatásokat tettél, de mintha abból, amit mondanál, pont az következne, hogy nincs olyan, hogy csak stiláris változtatás, illetve csak stiláris változtatás van. Igen, tehát igazából véve, ugye van a... Rögtön más lesz a szerkezet, amint egy mondatot átraksz, így nem? Van, tehát akkor most mondom. Tehát igazából van a Bartók zenéjének van egy olyan formája, aminek az a konkrét az, hogy hitforma. Ő a Bartók zenébe a különféle fordított, tehát a ráknak, tehát az egy ment előre, egy dalamív, és annak a fordítottja jön egyidejűleg, és ő ezt még pluszban megbuherálja a zenében. Mi, akik hallgatjuk a zenét, bizonyára önök közül sokan hallgatta ezt a fantasztikus Bázelben bemutatott művet. Én ezt próbáltam, nem sikerült, de az időfordítás valamilyen módon mégiscsak érdekességként tűnik. Amikor másodjára elkezdtem ezzel foglalkozni, mert bizonyos mondatokat ki kellett egyenesítenem benne a könyvben, akkor szerintem ez jobban átjött. Továbbra elnézést, hogy így nem bántom ezt a könyvet, de kritizálom, szerintem a könyveknek nem árt, hogyha így kívülről nézzük őket, és látjuk, hogy mi az, ami jó benne, és mi az, ami hát nem annyira sikerült benne. Nincs olyan külön, hogy stílus, nincs olyan, hogy formailag most rendbe hozom, de tulajdonképpen a tartalom az irodalomban, hát ezt jobban tudod, sokkal jobban tudod nálam, ilyen nincsen külön, hogy stílus, meg tartalom, meg a műnek az üzenete, meg az értelme, stb. Az van, hogy egy szerző meg tudja az olvasót győzni, már az olvasás alatt. Mert amit csinálod, olvasó sincs, csak az az állapot van, hogy egyáltalán onnantól kezdve miért írsz egyáltalán, miért töltöd ezzel az időd, és hogy van-e olyan, érted, tudsz-e egy olyan valamit hozni, ami
ami az emberi történethez, mondjuk a mi bajainkhoz, vagy örömeinkhez valamit hozzá tud tenni, vagy elvenni, mondjuk a bajaimból. Aképpen, hogy az olvasás alatt mondjuk esetleg jobban érti magát az olvasó, vagy esetleg arra a két órára, még ha egy kicsit meg is van gyötörve, de azt mondja, hogy ez akkor most így megérte. A két hangszeres szonátánkat folytassuk szerintem egy 10-15 perces szünet után. Jó. Köszönöm szépen. Akkor most jön a kis avokádó szünet, ugye? És utána pedig a 9. és ennek a különböző bábeli fordulataival fogunk foglalkozni Paul Olcsvár és Zádor Éva társaságában. Mindegy. Pali vagy Pál? Vagy Paul? Legyen Paul. Oké. Aki pedig többek között Peri műveinek az angol fordítója, és jelenleg is ezerrel dolgozik azon, hogy a magyar irodalmat minél szélesebben, minél többen olvassák. Hát ez egy különleges jó dolog, így az utazás metaforájnál maradva tényleg ezekkel az utitársakkal együtt találkozni. Neked a 9. volt az első olyan könyved, ugye, ami jutott így a magyar nyelv csodás börtönéből mondjuk. Igen. Ez Paul-lal kezdődött? Ezt Paul-nak köszönhetem. Mert ő már az első megjelent regényem, tehát miután megjelent az első regényem, nem sokkal utána ő valahogy felvette velem a kapcsolatot. Talán Szentendré látta meg, ez az élősködő az első regényem, és ebből két fejezetet nem csak lefordított, hanem az ő segítségével ilyen jelent. De ezt talán nekik kellene elmondani. Aztán a végén az egészet, de már nem is emlékszem, hogy előbb az élősködőt, vagy előbb a 9. Azt hiszem az élősködőt fordítottam először csak. Igen. És arra vissza tudsz emlékezni, Paul, hogy ott mi volt az, ami először föltűnt neked, vagy elkezdett mondjuk műfordítóként izgatni? Lehet, ez a két dolog egyébként különböző. Arra még tisztán emlékszem, amikor Szentendrei könyvesportban felvettem a könyvet, és elkezdtem beleolvasni, és egyből valami olyasmivel találkoztam, már az első oldaltól kezdve, amiben még a kortárs magyar irodalomban nem, és egyből ilyenkor fiatal műfordítóként nagyon izgalmas pillanat, hogy most hol találom a szerzőt, már megelőztek-e engem, vagy nem, más fordító, de... Ez hát izgalmasabb is volt, mint azt kitalálni, hogy milyen nyelven fogod tudni tolmácsolni azt, hogy felvedd a kapcsolatot a szerzővel. Igen, az más kérdés, hogy igen. De... Ja, bocsánat, igen. És mit szóltál hozzá, amikor egyszer csak megkeresett téged valaki, hogy... Hát ugye első könyvem, most gondold el, hogy milyen boldog lehet Magyarországon. Előbb a kétségeimről beszéltem, és minden, de az, hogy most valaki a távoli Egyesült Államokból, aki persze épp akkor a közeli Szentendré volt. Közeli Szentendré volt, de hogy ő az ő érdeklődését felkeltette ez a könyv, hát engem ez nagyon boldogáltat, vagy nem úgy mondanám, hogy boldogáltat, izgatottam. És aztán szerintem éveken keresztül ez a fajta izgatottság, hogy most akkor ez hogy legyen, miképp szólal meg, ez legalábbis nem tudom, Paul erről mit gondol, de ez így bennem volt. Tehát erre jól emlékszem, hiszen ez egy, ha jól emlékszem, épp talán nem régiben írtam neki, hogy lassan talán 20 éve ismerjük egymást. Igen, lassan 20 éve. Tehát arra emlékszem, hogy az elején ugye elég hamar így, hát hozzájárult Feri ahhoz, hogy fordítsam az első, hogy kezdjem fordítani a regényt, aztán pár fejezetet el is fordítottam, aztán a későbbiekben kaptam ösztöndíjat arra, hogy az egészet is ültessem át angolra. Személyesen hányszor találkoztatok az elmúlt 20 évben, vagy az mondjuk kapcsolatotok nagy részt levelezés útján van, vagy hogy mint van ez? De elég gyakran találkoztunk személyesen, mert én a 90-es években Magyarországon laktam, aztán újra 10 évvel ezelőtt 2 évig, így nagyon gyakran, de már az elmúlt években ritkában már 6 éve, nem, vagy majdnem 6 éve nem találkoztunk.
És te Barnának hívtad őt? Jól hallottam, amikor köszöntetek egymásnak, hogy Barna? Így van, igen. Más hív így, vagy ezt meghagyod a remek amerikai angol fordítottnak ezt a privilégiumot? Hát néhány kiválasztott ember. Jó, akkor hogy hívod őt? Fejének. Én nem Barnának. De ez nem azt jelenti, hogy én van velednek kiválasztott. Máshogy kiválasztott. Visszatérve Paul az élősködőre, illetve utána a kilencedikre, azt, hogy azt a ritmust, ami Feri műveinek az egyik legfőbb titka és izgalma, hogyan találni meg ennek egy angol nyelvet, ez például mennyire volt dilemma, vagy mi volt mondjuk a legnagyobb nehézség a fordítói öröm során számodra, amikor már az egész könyvet fordítottad, akár az élősködőt, akár a kilencediket? Annyira más. Ezek gyönyörű nehézségek, gondolom, de pont ez érdekelne. Persze a kilencediknél a hiteles, ami a gyerek hangnak a visszaadása angol nyelven, mert mondjuk kevésbé hagyomány, pláne hordás szállítóban a gyerek, mint főszereplő, és abban mondjuk a ritmus is emiatt jelentősen máshogy működött, mondjuk az élősködőben inkább a hosszabb mondatokkal birkóztam, hát lényegében. Én felíteném el, hogy jól olvasol, azt tudjuk már, angolul is ugyanannyira jól tudsz és olvasol egyébként? Vagy nem, angolul nem annyira, hát inkább úgy mondanám ezt egyébként, de a németre ugyanígy értem, hogy ösztönösen sok mindent megérzel, amikor olvasod, te magad, nemhogy nem tudnád lefordítani, de te magad nem is tudod úgy összeeszkábálni azt a mondatot, ahogy egy műfordító teszi, mert ott a tudásnak, a tehetségnek, illetőleg a hozzáértésnek egy olyan alkimiája történik, ami az én esetemben hát nem áll fenn. Úgy mondanám, hogy olvasod és érzed, és a benyomásaidat, azt pedig közled a fordítóval, a műfordítóval, és akkor ebből kialakul egy párbeszéd, de a Paul esetében ez leginkább abból állt, hogy feltett kérdéseket, vagy azt hiszem, hogy akkor Paul már Amerikában élt, és akkor küldte nekem a... Igen. Mondjuk a kilencediket mondatról mondatra megbeszéltük. Azt már nem emlékszem, hogy mennyire személyesen, de úgy egészen részletesen. Igen. És ennek a... Igen, fordító értékelő a banner alkalom egy szerzővel. Igen. Itt azért meg kell jegyeznem, hogy ebben a munkában a feleségem is részt vett. Böszörmény Nagy Katalin, tehát sokat, aki egyébként itt ül soraink között, vagy nem a én soraim között, hanem a szép. Meg a próza sorait között is megveszik. Igen. Ugye nagyon sokat beszélgettünk, és ugyanazt a problémát kellett körüljárnunk, hogy találjuk meg a gyereknek a hangját. És ilyen módon én azt hiszem, hogy ez egy termékeny egybedolgozás volt, ha jól emlékszem. Mert ilyenkor neked figyelembe kell venned nyilván a meglévő irodalmi hagyományt, az amerikai nyelvet, azt, hogy ott hogyan szól egy ilyen nyelv, és mik a maximumok, meg hát minden mondatot érteni kell, tehát a szerkesztő meg a kritikus nem szükségszerű, hogy értse minden mondatát egy könyvnek, a fordító nem tud úgy dolgozni nyilván, hogy ne értsen tényleg mindent, ugye Éva? Hát igen, és nem csak a mondat, tehát nem csak a szavak szintjén, hanem mondjuk tényleg a dallamot is, meg igen, meg az érzést, amit közvetít, vagy. Te melyik, Feri, melyik könyvével találkoztál? Először olvasóként és utána fordítóként? Én a kilencedikkel, úgyhogy olvastam a Literán, hogy az angol fordítást ugye díjra nevezték, és utána engem nagyon megérintett, és akkor fölkerestem Ferit, írtam neki egy hivatalos szép levelet, és akkor így kért egy próbafordítást,
meg volt elégedve, és akkor de, bocsánat, én nem értem klubba fordítást. De mondtad, hogy csináljak meg egy fejezetet. De nem baj. Jó, nem, de jó. Tolmácsoljak a fordító és a jó. Szóval ne érts félre. De ez teljesen rendben jó, volt. Jó. Meg még nem hozzám is szemünket a mozgatérre, most akár nem leszünk össze. Jó, nyilván, ha nem készítesz fordítást, akkor nincsen, tehát akkor nincs német változat. Persze. Fordítás. Persze. De én nagyon örülök annak, hogy két ilyen egészen kitűnő műfordítóval dolgozhatom együtt, vagy dolgozhattam együtt, hiszen nagyon hálás vagyok nekik, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy mondatot át kell tenni egy másik nyelvre, nem véletlenül mondhatom azt, hogy baráti viszonyba kerültünk mindkét esetben, mert ugye ez nem csak mondatokról szól, hanem arról a fajta gondolkodásról, vagy arról a fajta, ahogy én gondolkodom az irodalomról, vagy a magyar nyelvről, vagy a történetekről, és csak ennyit akartam is. Viszont erről a díjról, ha mesélnétek nekünk egy kicsit, hogy mi volt ez a bizonyos Dublin díj, ami alapján többen is fölfigyeltek a... Ez nem a Dublin nem díj volt. Nem az a Dublin, ez melyik? Ez a legjobb külföldi... De ezt... Ez inkább a... Igen, hogy hova érkeztek Feri könyvei angolul, igazából ez lett volna a fő kérdés, és tényleg utána ennek a díjnak is a rövid története. Igen, hát bennem bevallom, hogy már több éve nem foglalkoztam közvetlenül a 9-kel meg az élősködővel, eléggé homályossá válnak az emlékek bennem. De úgy általában hát mint mindig egy szép irodalom, angolra fordított szép irodalom fogadtatását nézve ebben a nagy országban, mint Amerikában, ez úgy működik, hogy minden kiadó múlik, hogy a kiadás előtt 3-4 hónappal minimum kell egy csomó előzetes példányt nyomtatni és szétküldeni a sajtónak. Mert ha azt nem csinálja a kiadó, és nagyon sok kiadó azt nem csinálja, akkor a könyvnek nem lesz fogadtatása, vagyis rettenetesen nehéz ezen a kegyetlen piacon egy könyvnek érvényesülni annélkül. De a 9. egy kitűnő kiadónál jelent meg, a Northwestern University Press, ez egy tudományos kiadó, amely a Northwestern University Egyetemen, és ők foglalkoztak a könyvvel, egy csomó jó kritika jelent meg. Nagyobb lapokban kevésbé, de mégis a díj részleteire bevallom, hogy nem emlékszem, inkább a Ferira hagynám. Olyan rég volt, de úgy nagyon kitűnő kritikákat kapott a könyv. Csak ez kettőtöknek járják, tehát ez a fordítót és a szerzőt, ugye? Igen. Hát most mit lehet erről mondani, hogy ami megjelenik abban az évben fordításban, ez akkoriban talán lehetett nem tudom hány száz kötet, abból jelölnek a kiadó, ugye nem csak tudományos kiadó, hanem azért fontos szépirodalmi sorozatai is vannak, hiszen a Kertész Eszterházy ugye ott jelent meg először Amerikában, vagy akár a Hrabál, és sorolhatnánk. Tehát volt ez a sorozat, és hát bekerült, tehát az ember annak körül, hogy bekerült ebbe a körbe, de hát nagyon, nagyon jó, hogy ezt a jelzőt használtad, Paul, hogy kegyetlen az a piac, hát tényleg el lehet képzelni, hogy mondjuk csak a német piacon évente 100 000 kötet jelenik meg. Na most el lehet képzelni, hogy Amerikában mennyi, és hogyha ebből bekerülsz egy ilyen, nem tudom, 10-15-ös listára felkerülsz, az
Hát, na de többet nem hinni volt. Itt a szerencsének például tényleg nagyon nagy szerepe van, mert van egy legendás sztori arról, hogy a Dragomán Gyuri sikerében valami olyan dolog játszott nagyon nagy szerepet, hogy te valahol voltál, valakinek mondtál valamit, most van egy lehetőség, hogy ezt megerősítheted, vagy megcáfolhatod, fél páty szeme láttál a kérdőről. Budaörsön lakik a Gyuri amúgy is, úgyhogy szinte szomszéd. Mondjuk ez valóban sokat számított, tehát az ő esetben, a Dragomán Gyuri esetében a Fehér Király két fejezetét lefordítottam, és szóltam Gyurinak, hogy elküldeném Amerika egyik legtekintélyesebb irodalmi lapjának, a Paris Review-nak, és nem csak egyet, hanem mind a kettőt lássák, hogy két kitűnő novellája van, mert általában csak egyet illik küldeni. És az egyik pont a fociról szólt, és az a szerkesztő, akinek a kezébe került, egy fiatal ember, aki aztán továbbadt egy másik szerkesztőnek, nem csak hogy jó ízlése volt úgy általában, hanem nagy foci rajongó volt, így emiatt is továbbadták. És aztán mind a kettő megjelent abban a lapban, és egy irodalmi ügynök felfedezte azt a lapot, elolvasta, és így valóban szerencsén is múlt. Most mit dolgozol egyébként? Pol egyszer egy dolgot fordítasz, vagy többet? Csak hogy bepillantunk a dolgozószobádba, mint egy. Egyszerre egy dolgot fordítok, de közben már jó pár éve van saját kisebb kiadón, tehát közép-kelet-európai regényeket, riportkönyveket adok ki, de csak nagyon keveset, de most éppen nem is tudom, hogy szabad publikusan mondanom, de a Forgács Andrástól fordítok egy könyvet angolra, tehát most éppen így. Aztán még idén, még mással is fogok foglalkozni korábban. Évekkel ezelőtt Papp Károlyt fordítottam angolra, de most a Pál utcai fiúkat fogom újra lefordítani angolra, mert már rég nem készült angol fordítás. Néha, általában nem vagyok nagy hívője annak, hogy újra lefordítsunk egy könyvet, ha már egyszer le volt fordítva, de úgy tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy illen angolul még egy fordítás, és már azt hiszem már 80 éve fordították le a Pál utcai fiúkat, hogy most azzal is megbírkozom rövidesen. Csak benne fürödj vele, csak olyan stílben maradva nem esem után. És mint előbb mondtad nekünk ezt, lehet, hogy csak nyaratok ráadásul, te Pálytól is jártál néhány évvel ezelőtt, és itt túráztál, ugye? Bizony, igen. Néhány évvel ezelőtt, inkább mondjuk a 9-20 éve. Valóban sok néhány éve. Jó, remélem hamarosan újra láthatunk. Nem tudom, hogy muflon van-e most a környéken, de akarod, akkor hozunk egyet. Terikti muflont láttál Pátyon? Van muflon, nem is tudtam. Igen, igen, szerintem Pátyon volt, vagy ugyan, azt hiszem, igen, vagy Telki, nem tudom, de valahol a közel. Valaki szerintem ismeri is a muflont, itt már bólogatnak többen. Nem tudom, hogy nyilván ez egy intim beszélgetés, de nem a legalkalmasabb terep, csak ha már Polnak mennie kell, akkor azért mondom, hogy most még tőle tudunk kérdezni valamit. Mi az, amit szerintem még szóba hozhattam volna például? Hát, hogy számodra most ebben a pillanatban a magyar irodalom és a magyar magyarországi események, azok mennyiben függnek össze? Hogy mennyiben? Mennyire figyeled a Magyarországon történő dolgokat? Hát most a napokban nagyon figyelem, sőt ma kaptam egy felháborító üzenetet egy itteni barátomról, aki teljesen félreérti az ottani helyzetet, és nagyon már majdnem valami csúnyát SMS-eztem neki. nem tudom, hogy most persze nem az a kérdés, hogy nyilatkozzak a benyomásaimról, de persze ez mindig követem, amennyire csak lehet. Igen, igazából Béve, arra gondolok, hogy ugye amíg itt éltél, nagyon szerettél itt lenni, igen. És hogy ez mennyiben aktuális még, hogy... Még nagyon, hát van egy 8 éves kisfiam, és tehát minden nap
szerintem minden nap gyötröm a kisfiamat azzal, hogy Magyarországon milyen volt, milyen lesz, ha visszamegyünk, meg hogy politizálom a kisfiammal, aki nem akar, aki inkább sportról szeretne beszélni. Focizni szeret? Hát sajnos nem focizni szeret, hanem baseballozni, ami itt inkább megfelel a focinak az ottani népszerűségének. Neked van kedvenc futballcsapatod egyébként Magyarországról? Hú, mit is mondjam, kedvenc foci csapatom. Vagy gyerekkorból, vagy bármi, ami családilag kötődik. Mit élik mondanom? Fradi? Nem is tudom. Neked van, Feri? Most kedvenc foci csapatom? Magyar? Az is nem ide. A most is egy kérdés, meg a magyar is, mert hogyha lehet, egy régen nincs, is... Nincs most kedvenc magyar foci csapatom. De régen volt? Régen volt. Egyszerre négy is volt, amikor gyerek voltam, ezekre az úgynevezett kettős meccsekre jártunk, és akkor ott a Ferencváros, az Újpest, a Honvéd és a Fradi... Nem tudom, hogy szabad-e mondani, de én a újpesti drukker voltam, a Törőcsik és a Zámbó és az ilyen csodafocisták. Tehát Dózsás. Dózsás. Én MTK drukker vagyok, ezek után is akkor az erőállni a farvába fólak. Éva? Én nem. Is ismerem őket. Nem gondoltam, hogy ha követed a magyar futballt is, akkor beszélgethetünk volna az MTK stadionról, meg ilyenek, de ezek szerint akkor ilyen aktualitásokkal nem vagy jelen. Négy kérdés esetleg Pólhoz, akit nem belázni akarok, csak tudom, hogy neked mindjárt nem tudom, dolgod van, meg azt sem tudom, hogy hány óra van nálatok, de... Negyed óra múlva, tehát van még egy kis. Jó, akkor most Évához fordulnék egy kicsit, hogy mi a helyzet ezzel a német kontextussal, azért a sokkal közelebb van a magyar irodalomhoz, szerencsére egy folyamatos figyelem van a német irodalom részéről a magyar iránt, de ez ugyanakkor cseppet sem könnyíthette meg azt a feladatot, amit neked is át kellett élni minden mondatnál, hogy megtalálni ennek a zenei szövegnek, vagy ennek a szövegnek a lehetséges német változatát. Hát igen. Jó. Tehát igen, talán az volt a, vagy úgy próbáltam megoldani, hogy viszonylag így egy svumban lefordítani, hogy először tényleg csak a hang legyen meg, és utána azzal foglalkozni, hogy egy kicsit így csiszolni, mert ez ugye egy gyerekhang, de nem igazából egy gyerekhang. Tehát egy gyerek nem beszél így. Tehát ez azért egy nagyon megkomponált szöveg. Tehát, és nagyon sokszor nagyon különlegesen fejezi ki magát az a gyerek, egy kicsit körülményesen is talán, és aztán, amikor megvolt ez az első nyers, akkor észre kellett venni, hogy ezek a körülményességek, ezek németül még körülményesebbek, hogyha utána visszahallom. Tehát ezekből sokszor vissza kellett aztán venni, tehát így utána van egy ilyen csiszolás, egy hosszú csiszolás. Tehát többször elolvasott, együtt beszélgettünk, szerkesztővel, meg ja. Utána kezdődik a csapatmunka. És az angol változat elkészítése során ez a körülményesség, meg ez amit most Éva mondott, ez mennyire szinkron a te, akár a módszereddel, a svunggal, akár azzal, hogy hol botlottál a dilemmákat. Tudom, régen fordítottad, de akkor most pedig... De még mielőtt ehhez a kérdéshez kapcsolódva, de nem veled vitázva. Én a körülményesség helyett más szót használom. Jó, oké. Okay. Jó, tudod, nem az anyanyelvem a magyar, úgyhogy... Nem ezért, szerintem... Véletlenül jobban beszélsz nálam magyarul, nem erről van szó, hogy én, tehát ő valóban bonyolultan fejezi ki magát, de számomra a körülményességnek van egy ilyen pejoratív tartalma. Ja jó, nem negatívan gondoltam, csak így. Ja. Tehát ő olyan áttételeket, olyan nyelvi áttételeket használ, csak ennyit akartam mondani, hogy én nem körülményes, de hallgassuk meg a Pólt, mert lehet, hogy... Igen, persze a kihívás abból állt, hogy itt nyilván egy olyan gyerekről van szó, aki hát elmondja a történetét, a család történetét, ugyanakkor ha találkoznék a gyerekkel, akkor feltehetőleg nem lenne bőbeszédű, tehát
csendet. Tehát ezt a, hogy gyerekhang, és ahogy Éva mondta, mégsem gyerek, mégsem egészen gyerekhang. És ezt már igen, már a részletekre nem emlékszem tisztán, de itt, miután befejeztem a nyers fordítást, akkor következett, mint mindig akkor következik a fordításnak a legizgalmasabb része, bármilyen kézirattal, hogy attól kezdve történt az igazi szerkesztése a szövegnek, és azt hiszem annak során talán sikerült elérni azt a pontot, amikor úgy éreztem, hogy ez már megfelel az eredetinek. Viszont a címet legalább könnyű volt lefordítani, nem? Azt igen, az szempontból... esetben nem volt nehézség. Késhegyre menő vitákat nem kellett gondolom egyikötöknek sem. Ez eléggé adta magát. Neked egyért, mikor vett meg a könyv címe neked? A legeslegvégén már minden megvolt akkor. És előtte a munkacímekkel magadnak kellett munkacím? Nem volt, nem. Nem. Hát így valahogy így adódott, hogy akkor ahogy itt több szempontból is több 9-es, tehát a 9-es szám így több szempontból is szerepet játszik, vagy motívum, és akkor gondoltam, hogy a 9 az. És Polte, fordítóként például mennyire ragaszkodsz a címnél a szó szerinti fordításhoz, vagy van, amikor úgy érzed, hogy attól jobb eltérni, vagy például a kiadók ott miképpen mit preferálnak, amikor te fordítasz? Hát ez változó persze, tehát a 9. esetén, meg az élősködő esetén nem, tehát egyszerűen lefordítom a címet, és kész az a cím, de gyakran előfordul pedig, hogy a fordító javasol a szerzőnek más címet. A kiadóknak ebben az országban mindig van vétójoguk a cím fölött. Tehát ha pláne a kiadó úgy gondolja, hogy esetleg van, tehát hogy van némi esély itt sikerkönyvre, akkor megbeszélik sokan azt a körül, hogy most mi legyen a cím. Egyrészt van olyan könyv, amelynek hasonló a címe, ami már van, tehát hogy milyen hatással jár, mert nem könnyű dolgok van itt a terjesztőknek eladni egy könyvet, és a cím az Én szerencsére szabad voltam ező németül és angolul is, tehát ilyen című könyv még nem volt ezek szerint. Itt nem volt probléma, de Németországban is nyilván az van, hogy igazából az utolsó szó ebben a kérdésben a kiadói. Mert ez egy marketing kérdés is már. Igen. Hogy igen. Mit gondol, hogy milyen cím alatt, tehát mire fog ránézni a vásárló a boltban, és megtetszik neki, vagy figyelmes lesz rá. A borító is éppen ezért egy kérdés, ugye? Igen. Mindjárt meg is mutatjuk a német nyelvű borítót. Ezt lehet, igen. Ott van a két. Igen. Megmozdulok ennél körbe, amit gondot okozni. Igen, érdekes most erről a könyvről úgy hallanak, hogy a két fordítóval beszélgetnek. Ez tényleg egy avantgárd és hagyománytelen. Itt valami homorányomos borító kiesett belőle, azt majd elhoztjuk. Nem én hoztam. Ja. Az angol borítóját is a... Ott van nálad? Itt van, nem tudom, hogy itt megnyílt. Kicsit itt hát, igen, most így. Jó borító. Ott vannak nálad, te külön gyűjtöd a fordított könyvédet egy polcon egyébként? Vagy külön a könyvtárodnak egy külön részét? Csak egy könyvtárban vagyunk, ott a megkérdezem. Külön gyűjtöm, de aztán mindig elajándékozom őket, és a végén nem marad semmi. Hadd kérdezzek, igen, persze. És Évának? Igen, persze. Mindig kíváncsi vagyok, hogy más fordítók hogyan birkóznak ezzel a kérdéssel. Most nem feltétlenül a 9. esetén, bár ott is néha-néha. Ha olyan szóval, a mondatrészsel találkozol, amelyről úgy érzed, hogy a célzott a olvasó közönség számára hiányzik valami alap tudat,
akkor mennyire vagy hajlamos arra, hogy hozzáfűzöl egy néhány szót, egy mondatot. Persze ezt optimálisan a szerzővel is meg kell beszélni. Nem azt mondom, hogy engedélyt kérni, de persze és nem lehet túlzásba vinni, figyelembe kell tartani a ritmust, hogy szervesen működjön, ha lehet, akkor pár szó és nem tíz szó. De én láttam, hogy belenéztem a 9. angol fordításába, és ott láttam is, hogy néhol voltak ilyen kis magyarázatok, ami szerintem nagyon fontos az amerikai olvasónak. A német olvasó az közelebb van azért Magyarországhoz, meg jobban érti talán ezt a világot, tehát nekem nem volt szükség rá, igazából azt hiszem csak az új embernél csináltuk azt, hogy az egy katolikus lap. Tehát azt egyszer, mikor először említettük, akkor azt azért kiírtuk, hogy ezt valamihez lehessen kapcsolni. Igen, tehát ezt a szerzővel kell megbeszélni, szerintem. Én jobban szeretem minden esetre, mint a lábjegyzetet. Tehát igen. Azt egyáltalán nem szeretem regényben. Tehát az... Belebotlik az ember, nem? Igen. Tehát, igen. Az nem kellemes olvasni, hogy közben az ember le kell nézzen, hogy na, akkor most hogy van elmagyarázva. Viszont a kiadónak meggondolom érdeke, hogy ha már olvassa az angol nyelvű változatot az olvasó, akkor ne érezze azt, hogy a marson jár, hanem legalább nagy jár, hanem hogy tényleg képbe legyen, nem? Igen. És itt jönnek a dilemmák, akkor a túlsztárgyalás a szerzővel adott esetben, meg a szerkesztővel, és akkor te vagy a pác legmélyén. Az, hogy édesapa és anya, azt könnyen megoldottátok? Nem. Jaj, most nem, egyáltalán nem, de most hirtelen nem. Egyáltalán nem oldottuk, egyikünk se oldotta meg, azt hiszem. Nem, az hát a mama meg a papa. A mama meg a papa. Mother. Igen. Igen. De hogy ugye ez nagyon speciális, és ezen sokáig gondolkodtam. Tehát, hogy olyan könnyűnek tűnik, hogy jó, hát akkor legyen mama, papa vagy. De nem lehet, németül nem lett mama, papa, hanem Mutter meg Vater lett, mert én úgy éreztem, hogy a családon belüli viszonyok, tehát főleg az apához elég ridegek, tehát, nincs egy, tehát az egész nem egy olyan melegfészek azért, és ez a mama, papa, ez olyan nagyon otthonossá tette volna. És akkor úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha egy kicsit eltávolítom. Most már beugrott Paul neked ez a apa-anya probléma? Te jól emlékszem, pedig, hogy mother-father volt a megoldás. Igen, tehát nem... Tehát úgy emlékszem, hogy mintha írtam volna, hogy mama-papa, de aztán nem, talán még mother-father lett. Igen. Igen. Vagy de, nem tudom. Pontosan emiatt, mert... Igen. Eladtak apait, anyait, azt mondjuk. Kicsi rideg otthoni hangulatot csak a mother father-ről lehetett sugalni angolul. Most tőled kérdeznék valamit, Feri, de mindenki örülök, hogy ti is itt vagytok a vonalban, hogy például a... Dostoyevsky Thomas van oké, de hogy a kerti színre sorstalansága, mondjuk, mint filozófiai rokon, gyereknézőpont, egy atonális nyelv, azt te olvasóként mikor találkoztál mondjuk a kertésszel, most nem napra pontosan, bár ki tudja, illetve amikor ezt te írtad, akkor közben utólag asszociáltál-e mondjuk arra, hogy ott van egy bizonyos szempontból hasonló igen, járat. Én a sorstalanságot a 9. után olvastam. Uh-huh. Tehát, és talán egyrészt nem egy jó pont, hogy irodalmárként, ugye, egyetemi hallgatóként nem találkoztam ezzel a kötettel, de abból a szempontból jó, hogy semmilyen szinten nem befolyásol, tehát bizonyos tekintetben hasonló következtetésekre jutottunk, hogy akkor ez a gyerek ebben a helyzetben, vagy ebben a világban, vagy ezzel a világlátással milyen nyelvet használhat, vagy egyáltalán hogyan... Hogy mit vesz észre a világból, azt hogyan közvetíti. Igen.
Nektek ez a sorstalanság dolog így bármikor így eszetekbe jutott egyébként? Most ilyen. Nekem csak olyan szempontból, hogy ott is van egy gyerek elbeszélő, de amúgy nem. Tehát okay. Ott van a Fehér Király, és ott is van egy gyerek elbeszélő. Inkább hasonló módon jutott eszembe, inkább úgy általánosságban, de persze az is, hogy angolul ilyen, ilyen gyerekelbeszélőket ismernek az olvasók, tehát hogy... Mondjuk, hogy mik a legalapabb példák ilyenkor, amit mondjuk még mi is a pátyi könyvtárból. William Golding, Legyek ura, tehát csak apásból eszembe jutott, persze számos egyéb példa is van, de... És van még viszont egy dolog, Feri, amit mindenki meg akartam kérdezni, és meg a buszon is gondolkodtam, de most fölteszem, ez a másik halálból tudható. Az egyik első dolog, amit rólad én tudtam, hogy te egy múzeumban dolgozol teremőrként, hogy ez is a ritmussal, meg az utazással függ, ha tetszik össze, hogy egyrészt az hogy jött az életedbe, és ez pedig milyen érzés egy zárt térben, akkor is, hogyha különleges művészeti alkotások vesznek körül, de sokkal több időt eltölteni, mint amennyit bárki más ott eltölt. Tehát hogy telik ott az idő, hogy találtad meg ezeket első ritmusilag, meg ez az egész... Hát innen már sejthet, hogy mit akarok. Igen. Már nem vagyok. Tudom, hát, azért merem megkérdezni. Hát valahogy sok minden volt az életemben, ami így jött, és magam sem tudom, hogy hogy. Egyszerre csak ott voltam, és aztán ott eltöltöttem 15 évet. De nagyon, hát nem tudom, hogy milyen igét kell itt használnom. Inkább nem használok igét, hanem azt mondom, hogy a kérdésed második részére válaszolok, hogy egy különleges élmény komplexum kötődik nekem ez az időszakhoz. Az, hogy korábban is bementem a múzeumba, és bementem a kiállított termekbe, de mindig ilyen kívülálló voltam, aki meg akart nézni egy adott képet. Itt most úgy mondanám, hogyha példát akarnak, inkább nem vonok párhuzamot. Tehát, hogy jó sokat voltam, el lehet képzelni, hogy mennyi időt töltöttem el. Egészen másképpen kezdesz el viszonyulni gyakorlatilag nem csak a műalkotásokhoz, a vizuális műalkotásokra gondolok, bár nem csak képekre, nem csak szobrokra, hanem installációkra is kell gondolni, és egyéb performance-ekre, stb. Ha most arra vagy kíváncsi, vagy arra utaltál, hogy kössük össze ezt a bizonyos legutolsó könyvemet, ami így részben elmondhattam volna már a felolvasás előtt, hogy ez a kötet részben ebben a múzeumi térben, kiállított térben játszódik, amit jó ideig nem is tudunk, mert nyugodtan lehetünk egy pszichiátriai intézetben, vagy lehetünk nyugodtan egy kórházi térben. És a hősömnek, főhősömnek, tehát nem nekem, akinek volt ilyen időszaka, van tapasztalatom róla, tudom, hogy milyen egy teremőr, tudom, hogy egy teremőr hogy létezik egy térben, hogy egy teremőr hogy viszonyul a látogatókhoz, hogy viszonyul azokhoz az emberek, akik nézik a képet. Tehát ismerünk olyan képet, ami úgy van ábrázolva, hogy a képet nézőt figyeli a festő nézőpontja. Figyeli a festő. Na, tehát ez egy filozófiai probléma. Egyébként nem csak filozófiai probléma, hanem csak a helyzembergi relációra kell gondolnom, a részegész dinamikára, tehát, hogy nem tudunk semmit sem. A kijelentés annyi helyzember részéről, hogy nem lehet 100%-os tudásunk a dolgokról, mert miközben vizsgáljuk a dolgot, a vizsgált dolog, a vizsgáló
vizsgált műszer által változik. Na most ez nagyon érdekes dolog az életünkre, hogy mi meg tudjuk-e ismerni az életünket, vagy a saját dolgunkat, aki a történetnek a részei vagyunk, amikor feltesszük a kérdést, azt teszi fel a kérdést, aki, már most ebben belebonyolódom, de megpróbálom, mert már rögtön helyzet van, a vizsgáló a vizsgáltat vizsgálja, és a vizsgálati processzusban nem tudjuk, hogy ki, mi, illetőleg mi, ki, és most ez a könyv sokkal egyszerűbben és érthetőbben beszél arról, hogy ez például a mi életünkben ez hogy van, vagy ennek az embernek az életében hogy van, aki hát ilyen nehéz sorsú, mert volt neki egy kis ilyen, mondjuk ilyen szlengesen fogalmazva, egy kis zuhanása, elfelejt sok mindent, ismerjük, sok ilyen film van, vagy van néhány jelentős film, ami arról szól, hogy elfelejti a dolgokat, és próbál visszaemlékezni, hogy mi, hogyan, miként történhetett. Tehát ő is egy ilyen krimiszerű történet soron keresztül, cselekmény soron keresztül próbál visszaemlékezni arra, hogy mi történt vele, és míg ezt próbálja, eközben egy kiállító térben van, és sokat beszél képekről, nézésről, de sokat beszél arról is, hogy ezeken a bizonyos utcákon, melyeket te bejártál, a 20. század két olyan jelentős kataklizmájával, mint ami a fasizmus, illetőleg a kommunizmus, tehát mondjuk a zsidóüldözések, illetőleg a 50-es éveknek a terrorja, hogy ez alatt mi minden történt Budapesten az utcán, és a történet maga az most játszódik a 2000-es években, és részben arra kérdez rá, hogy mi, akik most Budapesten sétálunk és Budapesten élünk, mennyire nem tudunk mindarról, hogy itt az elmúlt évtizedekben mi minden játszódott le, és a hősöm azt próbálja mondjuk ilyen elbeszélői nézőpontból előadni, hogy a történeteink, illetőleg a történelmünk mennyire rárakódik mindarra a térre, kockakőre, macskakőre, betonra, házfalakra, illetőleg terekre, amiben mi élünk és mi vagyunk. Tehát a történelem élő volt, tehát a történelem, nem történelem, tankönyvekben előadott változatát ismerjük meg, hanem az, hogy mindez mennyire itt van. Tehát ez a történelem az nem az, ami már lejátszódott, hanem a történelem számára, a hősöm számára, ilyen furcsa, mondjuk azt, hogy kitágult tudat, vagy kitágult hát ilyen látási képesség, vagy észlelési képesség, hogy ezzel járja az utcákat, Budapest utcáit, és aztán valami fajta következtetésekre jut, de hát ezt nem mondom el, mert akkor nem fogják megvásárolni a könyvet, de legalább kettőt megvásárolok. Le a kalappal, mint kiadó, mondom, hogy ilyen jó marketing szöveget, és megmondod, aztán visszamondod, hogy ez abban sokkal jobban van benne. Csak arra voltam, hogy mennyire mutod az embereket a múzeumban, de nem arra voltam különcsön, hogy a könyvben nagyon szépen benne van, hogy ha az ember jár az utcán egy időpontban, akkor észrevesz, hogy ugyanazok az emberek jönnek vele szembe. És arra voltam kíváncsi, hogy te ülsz egy fix ponton, akkor mennyire látsz különböző embereket magad körül egy ilyen térben, ahol elvileg mindenki viselkedik, mert csinál a szakállával, mereng, meg mit tudom én. Tehát, hogy mennyire lepleződött le adott esetben mondjuk a kultúrának az a része, ami egyfajta színház. Teljesen, hiszen el lehet képzelni, hogy mondjuk ez alatt a 15 év alatt mondjuk néhány százezer magyar állampolgár bejött, illetőleg sok-sok külföldi is, de a magyarok sokkal érdekesebbek voltak, hiszen a magyarok érdekesebbek, mert szociológiai módon is érdekesebb, mert bejön egy ilyen szakadt valaki, és azt mondanád, hogy igazából véve ez egy csöves, mondjuk egy, aki most bejön egy kicsit melegedni, van ilyen is, vagy volt ilyen is, de igazából véve baromira ért a képzőművészethez. Miből tudod ezt megállapítani? Abból tudjuk megállapítani, hogy például nem úgy nézi végig a kiállítást, mint aki
bocsánat, senkit sem akarok bántani, mert több jól öltözött úr és hölgy, hölgy és úr is van is. Nem az, akiről lehet látni, hogy intellektuál, és nagyon úgy nézi a képet, mint aki nagyon tudja, hogy mi a művészet, de igazából véve átfutja, végigfutja. Igazából véve nem látod az arcán. Tehát aki értő módon néz egy képet, és ehhez nem kell művészettörténeti előképzettség, aki értő módon nézi egy képet, azon nagyon sok minden megjelenik. És néha kérdez is, például odajön a teremőrhöz, és akkor mondja azt, hogy nézze, maga szerint nem olyan érdekesen tette fel ezt az alakzatot a festő. Vagy néha odajön és mondja, uram, ezt tud festeni. Ugye ilyen időket élünk, hogy sok olyan műkín van, hogy az embernek az a benyomása, hogy nem tud festeni, de ez sem olyan egyszerű, mint tudjuk, hiszen nem csak a nyelvi dekonstrukció létezik, hanem sok festő úgy gondolja, mai kortárs festő úgy gondolja, hogy úgy már nem lehet festeni, mint festettek a 19. században. Ez is olyan, mint a Márfi, ez tud, ez egy művész. Na most egy mai kortárs... Igen, imeltek a versek, igen, ugye igen, ez igen. Elnézést közben nekem búcsúznom kell. Ja, bocsánat, tudod. Lassan ránk is levagyják itt a villanyt, ezek a muflonok, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és beszélgethettünk, találkozhattunk. Jó munkát, és jó baseballt akkor a sráccal. Igen, nagyon szépen köszönjük. Persze csúszhetsz be, hanem itt pártyon is telik az idő, és a mobilomat hagyva nyeltem, vagy nem tudom, hova raktam, de az időérzékem még megvan, az akkor viszont már a földön. Úgyhogy, és most a német utolsó németes kérdésem, hogy te tudom, hogy eléggé figyeled a recepcióját, a parlamenti képviselő, amikor elkezd itt beszélni, tehát hogy figyeled a könyv recepcióját, tehát mert egész estét is lehetett volna, mindegy, recepcióját, hogy a németek hogy olvassák, hogy hova rakják Feri könyvét például. Eleve ez a könyv, hogy ezen is sem felállna jelennek. Mind a kettő, mind a kettő, igen. Egy kis bécsi kiadó, Paul, egy másik Paul Ledvai kiadója. Amelyik magyar kortárs prózát ad ki, kizárólag. Szerintem nagyon szép visszhangja volt mind a kettőnek. Tehát a kilencediknek volt jó néhány kritikája, recenziója, többek közt a Neue Zürcherben is, fölkerült idén azt hiszem, hogy erre egy nagyon neves sikerlistára, most jelent meg a másik haláról is két recenzió, a két nagy, jelentős német napilapban, voltunk Lipcsében, most megyünk Frankfurtba, úgyhogy szerintem megtalálja a helyét. És ez szépen egy keretet ad az utazásnak, ami a Debrecennel indult, és akkor most Lipcsével meg Frankfurttal folytatódhat. Amikor ilyen külföldi mókusok ugyanezeket a témákat forszírozzák, akkor a zavarodnak van egy más természete? Tehát például, amikor egy külföldi kontextusban kell hosszú ám annál intelligensebb válaszokat adni, akkor... Na, ez tényleg egy rossz kérdés lett a végére, csak arra vagyok, hogy tudsz, mit kezdesz ezzel a szereppel, hogy íróként külföldön is számon tartanak? Hát minden ország más, mert Németországban ugye nagyon felkészültek a kérdezők. Szeretnében van Magyarországon. Bocsánat. Ahol van egy nagy különbség. Bocsánat, elnézést, na ilyen a nyelv. Így tulajdonképpen ezt lehet, hogy sértésnek is van, az előbb mondtam. Bocsánat. Nem, csak vicceltem. Akkor jó. Hát a kis vicceltem. Igen. Ők talán nem annyira, bár szoktak. De nem annyira. Szerintem ezt az Éva jobban meg tudja válaszolni, mert ő már engem így egyenesbe hallott. Jó, hát ott neked azért annyiból nehezebb a dolgot, hogy tolmács nélkül németül oldod meg, ami nyilván, tehát azt értem, hogy az még rárak azért, hogyha a szereplés nehézségeihöz.
Ezt például azért választod, ezt tudom, hogy jól tudsz németül, csak hogy magabiztosabb vagy úgy, hogy nem kell még valaki másra is rábízni, hogy a információt átforgassa? Vagy... Hát lenne egy remek fordítóm, aki, de úgy gondolom, hogy maga a beszélgetésnek a lehetősége nem veszne el, de sokkal bonyolultabb lenne. Meg felteszel egy kérdést, akkor utána valaki azt lefordítja, utána én őt lefordítom magamban, mondok valamit, szóval túl sok az olyan elem, amiben, ha nem is vészel a dolog, szóval szerintem a beszélgetésben két értelem és két lélek dialogizál. Hogyha, és ennek lehet egy közvetlensége, amennyiben a kettő egymásra érzékeny. Nekem nagyon én nagyon szerencsés vagyok német ügyekben eddig, mert olyan emberekkel találkoztam, akik valahogy működött a beszélgetés, tehát értette, tehát és nem csak egy volt, hanem több is volt, és ráadásul ilyen érdekes körülmények között, tehát sok ember, meg nem tudom micsoda, és szerintem akkor, ha nem is beszélek olyan jól németül, mert nem az anyanyelvem, de hogyha tízszer olyan jól beszélném a németet, akkor sem az anyanyelvem, de mégis szerintem ez a két lélek, vagy ez a két tudat, vagy ez a két recepciós apparátus, apparát, mármint te meg én, meg ő meg én, sokkal hamarabb tud olyan érdekes területekre eljutni, ahol nekem ez a tapasztalatom. Hát meg szerintem a nézők is jobban szeretik, a hallgatók, tehát egyszerűen nem olyan hosszadalmas az egész, egyrészt, másrészt meg sokkal inkább kapnak egy közvetlen benyomást a szerzőről, mint emberről, tehát nagyon jól fogadták ezt. Ez mindenképp így van, és azért is örülök nagyon, hogy itt voltál ma velünk fel, vagy itt vagy még velünk a jelenbe, és amikor mondtad az előbb a múzeumban ezeket a tükröket, most így áttéve ide azt látom, hogy itt is több ezer tükör van körülöttünk, és tényleg tök egy könyvtárban beszélgetni egy nagyszerű íróval és egy remek fordítóval. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Következő alkalommal majd ez Péter elmondja.